Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Vízöntő, június. Egy picit belecsempészem most az asztrológiát, mert a június nagyon-nagyon fontos asztrológiai szempontból. Rögtön június eleje. Nos, negyedikén teli hold. A teli hold valamit ki tud világítani. Valamire fény derülhet, vagy valami befejeződhet, és ez az energia tartani fog egészen 18-áig, új holdig. Na most a vízöntőknek ez 11-es házat jelent. A 11-es ház, hát ez maga az internet, például, hát ez maga a vízöntő, ugye, levegő. A barátok ide tartoznak, a csoportok, a... kívánságlistánk, a jövőképünk ide tartozik. Kaptunk 7-es, na hát ez egy kívánságlista, tényleg. Jönnek a lehetőségek? Igen. Több lehetőség lehet választani? Igen. Na de 6-án a Vénusz belép a 7-es házba. A 7-es ház a partnerek. A Vénusz maga a szerelem. Maga a pénz, úgyhogy itt várhatóak nagyon jó üzleti partnerségek például. Viszont 20-án a Vénusz már egy picit lassítani fog, mert július 23-ától szeptember 4-éig a Vénusz retrográd. És ott már nem érdemes üzletet kötni, nem ajánlott házasságot kötni. Mert a Vénusz ugye maga a pénz, maga a szerelem, tehát ezért. Na de nézzük, mi van itt? 2-es. Az egyik védőkártyát megkaptuk? Igen. A fenti erők védeni fognak minket? Igen. És egyébként ez a kártya nagyon-nagyon gyakran mutat titkot? Igen. És a teli hold ezt ki tudja világítani? Igen. És egyébként a teli hold az segít nekünk, tehát ilyenkor dolgozik az intuíció, és ez a kártya is maga az intuíció. Érdemes odafigyelni az álmokra például, a jelekre, amit küld az univerzum nekünk. És maga az egyes, hát maga a boszorkány, tehát ez maga a mágus nő. Minden a kezünkben van, igen. Az egész életünk, igen. Ez a kártya azt üzeni, hogy képes vagy rá. El tudod érni a célokat, az álmokat. Ez a legelső kártya, a legelső lépés. Ha netán van terv, akkor érdemes valamit elkezdeni. Érdemes kitaposni azt az utat. Ez a kártya azt üzeni, hogy mester leszel. Tehát ez a mágus, ez maga a profi. Amit elkezdünk, abban profik leszünk egyébként. Uh-huh. És itt mágikusan valami megtörténhet, valamilyen csoda. Provokálni kell azt a csodát, azt a sikert, pozitív gondolkodás. Na, de egy picit belekukkantuk, mit mond nekünk a közepe, június közepe. Ó, itt nagy dolgok lesznek. 12-én a Merkur belép az ötös házba, ha vízöntőkről van szó. Az ötös ház az maga a boldogság, minden, ami boldogít minket. Az utazás, a Merkur például maga a kommunikáció, tehát itt lehet utazás, lehet megegyezni. Mi az, ami boldogít minket? Hát a hobbi, a gyermekek is ide tartoznak az ötös házhoz. A szerelem is. De itt most nem is ez a lényeg, hanem a Plutó. 11-12-e körül a Plutó el fogja hagyni a vízöntőket még egy kis időre. Egészen 2024. január 22-éig megint a Bak csillagjegyben fog tartózkodni. A Plutó május 1-től retrográd, tehát megint ott már lehet valamilyen megállás, és vissza fog térni a 12-es házba. A 12-es ház megint a titok, az izolált hely.
a félelmek, a befejeződés. Tehát itt még a 12-es ház egyszerűen minket előkészít az 1-es házra. Tehát itt még lehet valamit befejezni. Például befejezni, hát a 10-es, ez maga a befejezés. Igen. Még egy picit valamit cipelni kell, ezeket a terheket, ezek a botok, azok a bizonyos terhek, feladatok, úgymond. Még ott van az a bizonyos út, és elérjük ezt a kastélyt, vagy vár. Még egy picike maradt. Még van valamilyen feladat. Tehát a Plutó így visszaránthat minket. Újhold 18-án, az újhold is 5-ös ház. Ez maga a boldogság. A hobbi, a szórakozás, az utazás, a nyaralás, a gyermek, a szerelem, ez minden 5-ös ház, a játék, a lottó, ugye a lottó is játék, a tőzsde, ez mind 5-ös ház, új hold, valamilyen új dolog itt lehet. Előttünk az egész világ, hát igen, csodálatos kártyát kaptunk, nagy árkánom, maga a világ. Ez egy új szint, tehát jön egy új lehetőség, hogy az életünk jobb legyen. A színvonal emelkedik. Lezárás újhold előtt, tehát lezárul egy ciklus, és kezdődhet egy új ciklus az életünkben. A külföld is egyébként ide tartozik. Igen, mehetünk nyaralni, mehetünk. Megkapjuk a vízumot? Igen, ez is lehet. Az is külföld. Új partner jöhet? Az is külföld. Na nézzünk még, 6-os és érmik pénz. Ó, kapunk pénzt, igen. Valaki szponzorálhat minket, de jön a pénz. Ez a kártya azt is üzenheti, hogy mi adunk pénzt. Hogyha adunk, akkor lesz miből, hogyha segítünk anyagilag valakinek. Lehet, hogy valaki szponzorálja a külföldi utazásunkat, a tanulásunkat. Ilyen is lehet. Például idegen nyelv tanulása hozzátartozik ehhez a kártyához. Minden, ami külföld. Nos, még egy picit belekukkantunk. Június vége. A napocskánk 22-én belép a hatos házba. Hatos ház az maga a munka, az egészség. Ó, itt jön a napsütés. 28-án a Merkur is oda fog áttérni a hatos házba. Várható nagy változás? Ez maga a nagy árkánum, ez maga a halál, ez maga a változás. Ott hagyjuk a régi munkahelyet? Új munkahelyet kapunk? Lehet. Nagy változás lehet. Nagy változás. Plutói energia. Viszont szeretnék beszélni a Neptunuszról, mert 30-án retrográd lesz. Tehát három bolygónk retrográd. A Plutó, a Szaturnusz és a Neptunusz. Amikor egy bolygó retrográd, akkor valami megállhat. Vagy lesz valamilyen akadály. A Neptunusz belép a 2-es házba. A 2-es ház az viszont a pénz. A pénzre vigyázni kell, a Neptunusz egészen december 6-áig retrográd, a Neptunusz maga a homály, például maga a köd. Itt lehet valami a pénzzel kapcsolatos, valami ködös, lehet valamilyen munka, valamilyen kifizetés, és lehet valami nem világos, lehet jön egy jó üzlet, de valamit eltitkolnak. Oda kell figyelni, jó? Mert a Neptunusz maga az a bizonyos köd. Jó? Tehát óvatosan a pénzzel. Nos, kaptunk egy új lehetőséget. Milyen lehetőség lehet ez? Például megkapjuk a dokumentumot, mert a kart az maga a dokumentum. Egyébként a ti energiátok, levegő energiát kaptunk. A kart, a tanulás ide tartozik.
De ez a kártya azért mutat veszekedést is. Lehet itt valamilyen veszekedés. A pénz miatt például? Figyelhetnek minket a háttérben, leskelődhetnek. Lesik a pénzünket? És a kard, ez maga az internet, úgyhogy az interneten is lehetnek ilyen turpisságok, kellemetlenségek. A Jupiter viszont egész hónapban a négyes házban lesz. A négyes ház az otthon, a lakás, a ház, a család. Úgyhogy szerencse. És egyébként egész évben, májustól májusig a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, úgyhogy itt várható szerencse, lehet valaki lakást vesz. Lehet egy jobb helyre költözik. A Jupiter az mindent szeret szélesíteni. Lehet, hogy most egy picike lakásban vagyunk, át fogunk költözni egy nagyobb lakásba. Vagy van egy picike házunk, veszünk egy nagyobb házat. Vagy a család bővülhet családtagokkal. Na de, mit mond ez a kártya nekünk? Kettes választás. Jobbra menjek, vagy balra? Fehér legyen, vagy fekete? Ez a munkahely legyen, vagy az a munkahely? Ez az üzleti partner legyen, vagy az az üzleti partner, kivel kössek szerződést? De egyébként tervek ide tartoznak, tervezem a jövőmet. De a kettes az mindig választás, választási lehetőség. Lehet ez egy útszakasz. Megérkeztem valahova. Na most döntenem kell. Merre tovább? Plusz-plusz információ. Stempak, mit mond nekünk? Nézzük meg ezt a kártyát, mert lehet ott egy titok. Ó, hetes, lehet bizony egy titok. Ez a kártya, ez maga a tolvajok kártyája. Kardok, megint csak. Dokumentum, információ, ötlet. Titokban kell tartani az ötleteket, a terveket? Igen, nem szabad elpletykálni, eldicsekedni valamivel, jó? Mert azt is el tudják lopni tőlünk. Jó, tehát van a tolvaj a háttérben. Valami, valaki eltitkol, nem hiába. Ne, az én tapasztalatom az bizony, ha itt van ez a kártya, a főpapnő, akkor mindig van a háttérben valamilyen titok, és a Jupiter a négyes házban van most. A négyes ház, maga a lakás, maga a ház, tehát ha akarunk venni például lakást, házat, legyünk óvatosak, jó? Lehet, hogy valamit ott eltitkolnak. A szerződéskötés, a dokumentumokban lehet, hogy van ott valamilyen turpisság. Érdemes szakemberhez fordulni. Jó? Azért ez egy nagy figyelmeztetés. Jó? A dokumentumokkal nagyon vigyázunk, és az internet ott is szeretettel tevékenykedenek a csalók, tolvajok. Megyünk tovább. Az év kereke, mit mond nekünk? Nézzük meg ezt a tízest. Ez a tízes mutathat olyat is, hogy túl sokat vállalunk, túl nagy a teher, nehogy az egészségünkre rámenjen. Nos, mit kaptunk itt? Kardok, megint a ti energiátok. És ez a hercegnő. Azért szeretem ezt a kártyát ebben a kártyapaklikban, mert ez a hercegnő, hát egyébként ugyanaz a kártya, a kezdés, apród vagy hercegnő, ebben a kártyapakliban hercegnő. Lehetnek valamilyen problémák a gyerekekkel, valamilyen konfliktusok a gyerekekkel, gyerekekhez kapcsolódik valamilyen konfliktus,
Ilyen lehet. Ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy valamit megtudhatunk. A távcső itt van, és ez a hercegnő, tehát belekukkant, előre lát. Valamit megtud, megtudhatunk előre. Tehát ilyenek kell lenni, hogy is mondják, előlátónak? Nos, a helyes kifejezés. Tehát egy picit előre kell nézni, a távolba kell látni. Lehet, hogy itt túl sok a teher, egyszerűen lehet, hogy valaki direkt ránk zúdítja ezeket a terheket. Például a munkahelyünkön. Lehet ilyen? Igen, lehet. Dolgozunk a kollégák helyett? Lehet a kollégák kihasználják ezt a jó szívűségünket, hogy igen, elvállalom ezt a munkát is, azt a munkát is. Jó, de itt lehet valami. Olyan is lehet, hogy egyszerűen tényleg leskelődnek utánunk. Van itt valami, ami nem világos. Utána kell járni. Húzunk itt még egy kártyát. Nyolcas, aha, üzenet, hír például jöhet? Igen, lehet, mi már várjuk ezt a hírt. Ezeket a dokumentumokat lehet már várjuk, mert a kard ez lehet dokumentum is. És végre megkapjuk, ez maga a postás. Egyébként ez a kártya mindent felgyorsít. Ha itt esetleg megálltak az események, akkor itt végre lesz előrehaladás. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Utazást is szokott mutatni ez a kártya egyébként, igen. Plusz információ. Mit mond nekünk az aranytarot? Mi lehet itt a végén? A vége. Egyébként ez a kártya, ez a világ, ugye maga a külföld, és a Plútó ugye visszatér a 12-es házba, a 12-es ház is, a külföld oda tartozik, az emigrálás, főleg az izolált hely például, hol lehetünk külföldön. Tehát egy olyan helyen, mint a sziget, az is izolált hely. Vagy egy hajón például, az is izolált hely. Tehát most a jobbik variációt mondom, izolált hely lehet ugye maga a kórház, mert a kórház is 12-es ház. Na hát ez ne legyen, csak pozitívan. Nos, megnézzük ezt a karmikus kártyát. Mi van itt? Ó, mi van itt? És a fenti áldás. Itt lehet egy nagy sorsfordulat? Igen. Nagy változás? Igen. És a fenti áldást megkapjuk. Jó lesz az a változás. Nem kell ellenkezni. Jó lesz. Egyébként ehhez a kártyához még hozzátartozik minden, ami templom. Például az esküvő, vagy a keresztelő. Ugye, hát az is olyan dolog, ami ritkán szokott megtörténni az ember életében. Ugye? Tehát nem gyakori, nos, hát ez is. Valamire megkaptuk azt a bizonyos áldást. Úgyhogy változtatni érdemes, és kell. Igen. Egyébként még ehhez a kártyához hozzá tartozik a hagyomány. Olyan is lehet, hogy szembe megyünk a hagyományokkal. Például eddig hagyomány volt, hogy karácsonykor, most csak mondtam valamit, összejön a család, most viszont ez nem történik meg. Na, lehet, hogy valakinek ott a születésnapja, és nem leszünk ott. Tehát ez egy nagy dolog lesz a családban. Tehát szembe megyünk a hagyományokkal, itt ez a lényeg, erre akarok kiukadni. Vagy lehet, hogy ez egy, mert ugye tekintélyes szemét mutat,
akire mi felnézünk, aki fontos számunkra, mint a szülők például. És lehet ez egy családi vállalkozás, és ez is egy hagyomány, hogy a szülők elvárják tőlünk, hogy mi tovább visszük ezt a hagyományt, de mi ellenkezünk. Nem kérek ebből a családi vállalkozásból, és megváltoztatom a sorsomat. Nem kérek ebből, nem viszem tovább. Tehát lehet ilyen. Meg ez a tanulók kártyája, például a szülők elvárják, hogy menjünk tanulni ügyvédnek. Mert ez a kard, ez lehet ilyen dokumentum, ügyvéd. De, mert az apuka is ügyvéd, meg a nagyapa is ügyvéd. Tehát vigyük ezt a hagyományt tovább, de mi itt ellenkezünk. Ezt megváltoztatjuk. Én nem akarok ügyvéd lenni, bejelentem, akár tetszik, akár nem. Szembeszállok a szülőkkel, én festő leszek. Kész. Tehát ilyen hasonló dolgokról van itt szó. Na de, plusz információ. Aha, a Lenormand, már rég használtam ezt a kártyapaklit, mutatom. Ugyanaz a tervezőnő, nagyon szerettem a rajzait. Az én stílusom is ilyen. 22-es. Ó, hát hasonló kártyát kaptunk. Igen, itt van. A kettes. Három darab kettesünk van. Három darab. Egy, kettő, három. A kettes választás. Itt az idő választani. Amiről beszéltem. Jobbra vagy balra menjek? Mit választok? Mi a terv? A jövőképünk. És ez nagy változás lesz. Igen, ez nagy változás. Ilyen erős kártyák jöttek ki ide. Változás. Kész. Megérkeztünk. Véget ért egy út. Itt a választás. Mit fogunk választani? Az már egyéni. Az már egyéni döntés, de ez egy döntés. Fontos, fontos döntés előtt állhatunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!